Tehát ez itt az én mozim. Aki korábban már ült benne, tudhatja, aki először tér be ide, annak talán érdemes megjegyezni, hogy itt egészen hétköznapi hősök, mindannyiunk közül való emberek, nagyon is hétköznapi történeteit, meséit szoktam közzétenni. Tehát ezúttal semmi csillogás, meg villogás, semmi csinnadratta, amiről itt szólnak a mesék, bármelyikünkkel megtörténhetnének, ha azokhoz hasonlóan, akiket megmutatunk, bátrak, kitartóak, könnyedén, vagy ha a helyzet úgy hozza, hát felelősségteljesen gondolkodók és cselekvők lennénk akkor is, amikor az élet ezt megköveteli. De mert épp ezekre a pillanatokra ráérezni olyan nagyon nehéz, az itt bemutatott emberek saját példájukkal fejlesztik ebbéli képességeinket, legalábbis szándékaim szerint. Az is igaz, hogy az én mozimban a továbbiakban sem amolyan, ahogy szoktam mondani, erkölcsi sztahanovistákat szeretnék fölvonultatni. Az én hőseim igenis esendők, tudnak bukni, veszíteni, de valahogy valamiért végül mégiscsak a győztesek táborába állnak be. És ezt igyekeznek megtanítani, legalábbis szándékaim szerint valamennyiünknek. Jó estét kívánok tehát az én mozim igen tisztelt nézőinek. Noémi túl van már az 50. életévén, és abból a fajtából való, aki mindig merte vállalni döntéseinek következményeit, akkor is, amikor ebből egyébként hátránya származott. Talán ezért is tart ott, ahol tart. Az 5. férgnél és Tőzsgyökeres pesti létére 50 kecskénél valahol Somogy megyében. Ez itt maga, ugye? Igen. Ugye te így mondják, hogy kecske istálló? Igen. Jó van, mert annyira nem vagyok ezekben jártas. Mellesleg én se, mert én például állandóan szalmát mondok széna helyett, és fordítva, szóval ez nekem etetni való. Ez itt a java, vagy csak egy rész? A többi össze-vissza kóborol, ugye? Persze, azok még ott kint vannak. Név szerint is menne a bemutatásuk? Hogyne. Ott a csacsi, ez a kis csacsi, ennek van a gyereke, akit kivittünk. Akkor ott a Hanvaska, ez a Kriszta, na és az a Tina, az a ferde fejű, borzalmasan olyan ferde fejű, mint állandóan röhögne. Irányítták pásztörű, aláinte majdnem semmiük se volt, ságétikük, hát utóbb már leszoltam velük, hát magyarán mondva. Jól van, nyugodjál meg, nincs semmi baj. Hagyd enni azt a pici gyereket, látod, a másik már el is aludt. Igen. Az már rengeteget evett. Megnyugszanak öntől a kecskék? Hát én azt hiszem, hogy igen. Hány éve neveli őket? 87. 10. Hát igen, most már 10 éve. Én vagyok a pesti kecskés nagyságos. Így nevezik itt a faluban ilyen? Igen. Jó, egy aljasok, egy piszkosok, nem más. Ebben az utcában senkivel sincsenek jogok. Noémi apácáknál érettségizett. Nagy lemaradása volt az élettel szemben. Mikor egy férfi a villamoson ránézett, ő sírva szállt le a járműről. A gimnázium vége előtt 2 héttel világosították föl, hogy szeretkezni hogyan is kell. Az érettségi után pár hónappal, családi kényszerből férhez ment egy nála 14 évvel idősebb férfihoz. Ami kádár volt, ilyen mechanikai hordógyárban volt főmérnök, vagy a jó ég tudja, valami ilyesmi, már nem is emlékszem. 3 hónapig tartott a házasságunk, ugye nem hagyott mély nyomokat bennem. Miért szűnt 3 hónap után meg? Hát először is, mert sokkal idősebb volt, másodszor azért rájöttem egyes dolgaira, amit most úgy már az idő megszépített, de akkor nagyon megrázott, és úgy döntöttem, hogy akkor talán én fiatalabbakkal fogok kezdeni. Erre rögtön pont egy fele idősbe beleszerettem, mert a férjem volt akkor 32, rögtön a felébe beleszerettem, ő lett aztán a gyerekemnek az apja. Ez azt jelenti, hogy akkor beleszeretett egy 16 évesbe? Igen. Én voltam 19, és ő volt 16. Dúlt a nagy szerelem, rögtön összegyártottunk egy gyereket, gyámhatósági engedéllyel összeházasodtunk, na nem nekem kellett, hanem a férjemnek,
És tartott keményen 7 évig, 65-ben aztán elváltam, kijöttem egy szál bőröndel, egy szál gyerekkel. Én mindig azt szoktam mondani, csak ez egy olyan rossz kifejezés, hogy én mindig kinőttem a férjeimet. Szóval ezt nem tudom másképp mondani. Ez így történt, hogy igen, amikor nagy szerelem, és akkor az ember egyszer csak rájön, hogy hoppá, hát én ezt egyedül is meg tudom csinálni, és akkor ugyan minek. Megcsalta önt? Meg. Megvert is egy kicsit. Sokat. Noémi mindezen közben a Korvináruház illatszerosztályán dolgozott, később adminisztrátor lett egy biztosítónál. Ezután került a fővárosi villamos vasúthoz, ez volt a BKV elődje. Közben pedig újra és újra férhez ment. 5 éves volt a gyerekem, amikor elváltam, és 8 éves volt, amikor megint férhez mentem. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy nem akartam, hogy több apukája legyen a gyereknek, és le is táboroztam mellette, úgyhogy gyerek 18 éves volt, amikor elváltunk. Tulajdonképpen jól el voltunk, a szép kis langyos víz volt, de elég sokáig el is húzódott volna, ha nem töri össze egy lengyel nővel az autómat. Arra nagyon faxnis voltam. Na, ez mi volt, hogy történt? Egyszerűen kimentünk NDK-ba, ő ott dolgozott, és mondta, hogy szerezek egy autót, és majd ott, mert autó nélkül ott nem lehet létezni. Kimentem a gyereknek iskolát, magamnak munkahelyet, mindent, amikor ő beleszeretett a lengyel nőbe, és közölte, hogy mi most jöjjünk haza. Hát én haza is jöttem, aztán az autóval még ott furikázta a lengyelőt, és akkor az lett a vége, hogy még jól össze is törte. Na, erre ugrottam. A harmadik válását követően végérvényesen visszavette lánykori nevét. Elege lett a személyi és jogosítvány cserékből. Nyilván arra gondolt, ki tudja, hányszor kell még névváltoztatás miatt ezt a tortúrát megismételni. 70-ben aztán fogtam magam és elmentem metrót vezetni. Élvezte? Nagyon. Aha, hát ez hatalmas nagy volt. Persze mindenki bennünket irigyelt, fehéring nyakkendő, de az, amikor be kellett mászni a kocsi alá, meg azokat az olajos guztustalanságokat összefogdosni, akkor azért az nem volt egy népünnepé. Viszont megint szakszervezeti bizalmi lettem, és állandóan kinyitottam a számot. Szép nagyra. Hát ezt a főnökök valahogy nem díjazták, amikor egyszer a főnökeim zsebéből kivarázsoltam a dolgozók javára 250 ezer forintot, hát mit nem mondjak, nem volt egy népünnepé. Állandóan azt nézték, hogy mikor csinálok valami nagyon nagy disznóságot, vagy csak egy kicsit is, de hogy megfoghassanak. Adott arra mindig, hogy kikezdhetetlen legyen? Tehát, hogy igen. Tökéletes munkát igen. végezzen? Igen, én mindig azt mondom, hogy az ember csak akkor nyithatja ki a száját, hogyha tökéletes munkát végez, mert különben nem nyit, vagy nincs hitele. Én legalábbis így gondolom. Persze még mielőtt a metróhoz mentem dolgozni, előtte azért dolgoztam egy pár helyen, többek között a fővárosi villamos vasútnál az adminisztratív létszám hiány miatt takarítónőnek vettek föl. Hajnali 4-kor keltem, trázogattam szőnyegeket, meg ilyesmit. Egyszer csak megtudták, hogy tudok gépelni, hát rögtön kartársnő lettem, bevittek az ügyeletre. Kiderült, hogy érettségim is van, már elvtársnő voltam, már fölvittek az üzemgazdasági osztályra, úgyhogy nekem be van írva a munkakönyvembe, hogy felvételkor takarítónő, kilépéskor üzemgazdász. És közben nem történt semmi. És közben nem történt semmi. Igen, hát ilyen karriert futottam be. Noémit troli sofőr korában érte a negyedik mennyegző. Az időtájt hagyta ott az épp aktuális barátját. Bánatában, a budakalászi borkatakombában elhúzatta a Nagy a feje, búsuljon a ló című nótát. A muzsikus cigány erre föl megkérte a kezét. Csak az esküvőn derült ki a férfiról, hogy alkoholista. Hát ez aztán nem tartott olyan sokáig, 4 hónapig tartott ez a házasság. Szintén verte? Ezt nagyon vertem. Ja, hogy ön verte? Igen. Én azt hittem, hogy ő verte nem, önt. Nem. Ez olyan volt, hogy igen, hát szóval az igazság, hogy amikor én a második házasságomból kikerültem, és akkor rájöttem, hogy engem még egyszer valaki megüt. Hát ez biztos, hogy nem, szóval megtorlatlanul én azt nem hagyom. Úgyhogy aztán, amikor ő úgy gondolta, hogy majd most meg fog egy kicsit aprítani, akkor jöttem én, egy 7 kórház, agyrázkódás, több helyen összevarták a fejét. Ennyi ereje van, Noémi? Hát, ha bedurranak, akkor sok.
De nem durran be gyakran, legalábbis manapság már. Nem, még talán mostanában még többet. Az előtt egy nagyon békés madár voltam, szóval nagyon ritkán jöttem ki a sodromból. Általában nyugodt embernek tartanak. Na most az ötödik férjel, szintén munkahelyi kapcsolat? Munkahelyi kapcsolat, természetes. Ez a férjem, ez olyan volt, hogy megismerkedtünk, és amikor összeházasodtunk, akkor ő kijött abból a lakásból, amit teljesen berendezett az anyjának. A színes tévétől kezdve mindent oda vásárolt. Majd egy elegáns mozdulata egy sportszatyorral kijött, és azt mondta, hogy hozza a munkabírását és a két dolgos kezét. Általában ön nézi ki a férfiakat és ennek alapján választ, hogy ez esetben ez hogy volt? Ő is hajtott rám rendesen, de azt hiszem, hogy a végén aztán rájöttem. Futkostam ám a köreimet, persze, hát itt kifejezetten sok kört futkostam. Aztán csinált ilyeneket, hogy kiugrott a tizedikről, na nem lefele, hanem fölfele, meg egyéb hogy ilyen. Hogy kiugrott a tizedikről fölfele? Hát egy tornász, mindig is tornászkodott, és egy ilyen kis féltékenységi ruhabába fogta magát, és dobbantott a kandallomon, és kilépett az ablakon. És hát nem lefele ugrott, hanem fölfele. Aztán én bezártam az összes ablakot, hogy ott aztán nem fog közlekedni, és akkor a villámhárítól leközlekedett a tizedikről, akkor a 11-ről. És akkor azt mondtam, csak őrültekhez volt foglalkozni, és úgy döntöttem, hogy akkor ezt az urat én fülöncsítem, és elveszem férjük. Kérünk egy kis tejecskét, Fruzsika, jó? Kis Gidának kér a tejecskét, kér a Gazdi szépen. Én fogom közben, mert aztán ne kérem adott. Ugyanúgy kell fejni, mint egy tehenet? Szépen kér a Gazdi, mindjárt édesem. Csak egy nagyon picike tejecskét kér a Gazdi. Könnyedén hozzászokott ezekhez az állatokhoz, Pisti? Ő el kell találni a hangját, de lehet látni, hogy ő mit szeret, mit kíván, és az ember nem kér el tőle, akkor lehet egy hangot velük érteni. Fogadjuk, hogy Noémi vette rá erre az egészre, mert köze nem volt azt megelőzően a kecskékhez. Én mindig állatpárti voltam, én szerettem az állatokat, kecskéhez nem, de ahhoz neki sem, de megtanultuk együtt. És aztán minden mutatja saját magát, adja magát, hogy mit, hogy. Lesni kell, szemnek kell lenni az állatra, észre kell venni a mozdulatát. Ez olyan, mint a testbeszédet ismerni. Önök hogyan ismerkedtek meg Noémivel? Budapesten mind a ketten buszsofőrök voltunk, aztán közös vonalon dolgoztunk, és szembe jártunk egymással. Utána konkuráltunk egymással, már olyan értelemben, hogy elvittem az utasait, jól összevesztünk. És hogy vagy? Adok az Diáni miskiszár. Úgy, eszik a gida. Tudja, hogy kell? Hát annyira friss még ő még nem annyira, meg ő jól is lakott. És akkor miért kell minden áron etetni? Itt az idő? Egyrészt itt az idő, másrészt keveset evett, mert a testvére elszívta előle. Uh-huh. Na most már bugybolékol, most már nyeli, érzem, hogy nyeli. Jól van, édesem, jól van. Na, ott tartottunk, hogy konkuráltak Noémivel, elvitte az utasait, meg hát megelőzte. Hát fölháborodott rettenetesen is, és aztán ebből egy ismeretség lett, utána hosszú-hosszú évekig kollégák voltunk. Aztán egyszer csak úgy adódott, hogy ő kérte meg az én kezem. Jól van, ügyes vagy, most már ő is el fog feküdni. Jól van, picikém. Hoppa. Nem baj, majd föl fog állni, föl tudám. Jaj, de nehezen. Igen. Nem, hát nem baj, nem kéne segíteni? Nem, ezeket nem kell segíteni. Ezek sokkal értelmes, vagy hogy mondjam, sokkal önállóbbak, mint az ember. Na, biztos is. Hát ez egy ilyen. Gyere, megmutatjuk, hogy milyen vagy. Igen, te egy ilyen vagy, ugye? És rögtön meg is nézzük, hogy hát ez egy fiú, ez egy kisfiú. Igen. Hát még majd az anyukád lepucol, jó? Jó? Szerbusz. Vagy a kocska. Jaj, de vagy a kocska, ne menj az anyukától. Noémit 43 évesen leszázalékolták. Közben szíve visszahúzta régi kollégái közé. Velük buszozgatott még jó ideig, de már csak mint utas. Csak hogy kitaláltam, mi lenne, ha lemennénk vidékre? Na most nekem írtó szerencsém van, mert a férjem egyszerűen belement.
mert hát azért kíváncsi lennék, hogy hány férfi mondta volna, persze, hogy ne szívecském, megyünk vidékre, hát egyszerűen szinte hihetetlen. Lejöttünk, na hát, hogy hogy jöttünk le, szóval olyan volt, hogy állandóan tanyát néztünk. A nyugdíjasokat minden hónapban vitték egyszer valahova, ilyen város vagy országot nézni, minden hónapban egyszer elmentünk. Már ugye az egykori buszvezetőket, tehát a nyugdíjas buszvezetőket, igen, és nagyon jó pofa volt, mindig néztem, majd a szívem szakadt, meg gyönyörű tanyákot, Ceglét környékén, Lajos Mizsei, és jaj, de szépek voltak. Hát azt elmondták az árát, rögtön lemondtam az ötletről, hát ugye akkor kerültünk össze, ráadásul a férjemnél nem, hogy kijött a sportszatyorral, még a kulcsot is kicserélték, úgyhogy már vissza a holmiáért sem mehetett vissza. Akkor kitaláltam, hogy most már valami olcsóbbat kellene. Egyszer csak jött egy kolléganőm és mondta, hogy te figyelj csak, hát ez OTP-re van itt egy ház, nekem ajánlgatták. Mondtam, azonnal írd meg, hogy engem érdekel. Függetlenül attól, hogy hol van ez meg? Abszolút nem mennyire érdekel. Távol a várostól? Abszolút nem. Én egy tanyát szerettem volna, 12 év közlekedés után az ember egy tanyát szeretne, egy ágyúval oda bejáratnál, és lőni, hogyha jönnek. Hát ez nem jött össze, hanem éjjel hazajött a férjem, én már akkor aludtam, fölébresztettem, amikor én fölébredtem, és mondtam neki, vettem egy házat, ezt álmodtad. Dehogy álmodtam, vettem egy házat, hol? Mit tudom én, majd megnézzük a térképről, megyünk. Barátnőmet, anyámat összeszedtem, kölcsönkértük egy autót, és elindultunk. Hány kilométerre Pestön? 150. De ez úgy tűnik, mintha 450-re lenne, olyan úttal. Ez nekem is úgy tűnik. Vezetnek ide. Ez ugyanolyan, mint amikor azt mondták, hogy én azért vagyok Gyütment, mert nekem kell illeszkedni. Hát mondtam, ne haragudjanak, 50 évet én nem tudok visszafejlődni. De és tényleg így van, szóval egyszerűen nem fogadják be az idegen. Amikor én idejöttem, azt mondták nekem, hogy te vidéki vagy. Hát majdnem elájultam, de az, hogy vidéki vagyok, én egy pesti vagyok, született pesti. Nem te vidéki vagy. Aztán kiderült, hogy itt a vidéki az, aki máshonnan jön. Hát én nem értettem ám, hogy mit beszélnek. Nekem volt egy 12 éves gyerek és tolmáskodott. Annyira. Nem értettem, hát miket mondanak, hogy valami eszméletlen. Hát például, amikor ilyeneket mondtak, hogy pirgáljuk a megyet. Biztos mondtam, meg túrapucok. Jézus. Mi az, hogy pirgáljuk a megyet? Az magozzuk, és a túrapucok, az pedig túravakond. Meg hogy annyi volt, mint a csete. Hát az a bodza. Szóval azért ide szótár kellett ám. De hát nem ez volt a legmegszokhatatlanabb, hanem inkább ahol veszem kezdve, hogy az emberi természet. Hát többek között, meg hát amikor mi lejöttünk, ugye hát én életemben csak lehúztam, és mit érdekelt, hogy hova megy, kiindultam a csaput, és volt a víz. Aztán itt meg hát egyszerűen húztuk a kútból, meg ahhoz fölöltöztünk télen, hogy levetkőzhessünk egy ilyen bodegába. Hát mondtam a férjemnek, hogy legalább ilyen angol WC-t eltűnt, hogy legalább az illúzió meglegyen. De hát az a helyzet, hogy aztán mondtam, hogy na ne, hát azért fürdőszoba. És akkor hát minek az? Lehet ezt laborba is előadni? Hát mondtam, persze, hogy lehet. Hát amikor nem volt fürdőszoba, mégis laborba mosakodtam, nem erről van szó. De amikor az ember este ennyi piszok meg minden után lezuhanyozik, vagy napközben, amikor meleg van, hát felüldül és elfelejt az ember, hogy meg mind történt. Na jó, hát egyelőre furcsán néztek, aztán hát és még mit akartok, és szóval úgy nézett ki, hogy nekünk semmi nem elég. Végül is mi nagyon sok mindent meg kellett, hogy tanuljunk, mert ha beteg az állat, akkor nem, hiába, itt nincs állatorvos helyben. Tehát el kell 6 kilométerre menni, vagy telefonálni, és vagy jön, vagy nem. És akkor éjszakázni, hajnalozni az állatoknak? Hogyne. Az egy természetes. Akinek állata van, az... Csúcsidőben mennyit alszik? Vagy mennyit aludt, amikor a kecskék 50-60-an vagy akár 100-an is voltak? Ó, hát ez a 2-3 óra nekem bőven elég volt. Ötödik férjét 1987-ben tengészbe küldték dolgozni. Azt a 2,5 évet Noémi egyedül vészelte át. Ez a földdel való dolog, ez a mai napig nem megy. Nem megy ez a kapálás, meg ez a... Nem tudom, szóval a földdel nekem az, hogy sok legyen, meg amerre nézek, az mind az enyém legyen, ennyiben érnek el a föld, különben nem. Megpróbálkozott például a kapálással? Meg.
visszafele kapáltam, mint utólag kiderült. Hát a fene gondolná, hogy úgy kell kapálni, hogy az ember utána rálép a kapálásra. Hát én természetesen visszafele kapáltam, persze, hogy vidultak rajtam rendesen, és akkor olyan volt, hogy én megkérdeztem, hogy tudnak metrót vezetni, trollit, autóbuszt, van nyomdás szakmájuk. Ja, mert azt is csináltam, persze. És akkor mondták, hogy nem. És akkor én rájuk néztem, és mondtam, én csak kapálni nem tudok. Amikor ide lekerült, akkor megpróbált bekapcsolódni a falu, mondjuk úgy közösség életébe, hogy egyáltalán volt ilyen? Meg. Itt volt születésnap, névnap, lakodalom, itt több minden volt. Hát aztán volt olyan, hogy nem is tudom, ilyen segítség ürügyén itt nagyon sokan megfordultak, és nem tudom, szóval erőlködtem mindenféle ilyen bálokba, meg nem tudom, búcsú vagy minek hívják, ott voltam, tüsténkedtem, és akkor rájöttem, hogy hát szóval ez nem, miért kell nekem mindig hagyni, hogy belém töröljék a lábukat, és akkor mert én voltam a pesti nagyságosasszony, én voltam a hülye kecsketartó, én voltam, nem is tudom, szóval tele voltam ötletekkel, és mondtam, hogy mi lenne, ha összefognánk, falusi turizmus. Na hát aztán fölálltak, és mondták, hogy mi ne gurizáljunk, mi csak szépen gazdálkodjunk, abból van a pénz. És akkor mondtam, hogy próbáljunk meg ezzel a kecske dolggal. Én akkor már jártam kint, és láttam, hogy a kecskesajtnak milyen ázsiója van nyugaton. Mondtam, hogy próbáljuk meg ezt. Mert mondjuk egy falu, ahol tényleg sok lenne, egymás vinnénk a legelőre, egymás, mindenki másnap menne, vagy harmadnap menne, és legeltetnénk egymás állatait. Hát ez is valami úri huncutság volt az ő szemükben, és egy idő után szépen visszavonultam. Lenélemben, te Istenben, szívesben! Annyi van itt, mint a fenél. Az alja jön le a falunkra. Mink tartottuk őket, meg mindent vittünk nekik, mert úgy jöttek, mint az ujjam ide. Akkor a kertben mutattuk nekik, hogy hogy kell kapálni, meg megkapáltuk nekik, a kukoricát megszedtük, az égföldön, mint mindent. Elmond bennünket mindenféle vén izén, akit több az utcán. Például volt olyan, hogy a borsótól például fölfújódik és elpusztul. Már hogy a kecske? A kecske. Valaki arra témfergett, aztán egy fél zsák búzát úgy bedobált. El is patkolt egy jó pár belőle. Akkor nem tudom, szóval azért voltak kemény dolgok. Például olyan volt, hogy tavaly, férjem lehozott egy anyakecskét, elpusztult. Benne volt két gida. Hát most mit csináljunk vele? Megbontotta, hogy majd a macskát megeszik. Aznap 20 macskám elpusztult. Meg volt mérgezve a kecske. Na de hát szóval azért micsoda hozzáállás kell, hogy oda menjek és egy állatot megmérgezzek, vagy agyonüssek, vagy... Szóval én ilyenkor értetlen állok, mert én mindig azt mondom, hogy állatom, idősön, gyereken az ember nem bosszul. Szóval ahhoz egy méltó ellenfél kell, gondolom én. Ugye jól tudom, ön az ötödik férje. Ötödik férje vagyok. Ez önt egy csöppet sem zavarta, hogy volt már négy elődje? Nem, meg kell, hogy mondjam, mindig a férje se hullik ki a rostán. Most ezt ne értsen félre senki az égvilágon, de még ki tudtunk tartani, és az évek már azt bizonyítják, hogy többet, mint az négy előző férje. Hány éve élnek együtt? Most már 13. Bár ön, jól emlékszem, 9 évvel fiatalabb, azt mondtam, hogy... Igen, 9 évvel vagyok fiatalabb. És ez sem volt zavaró? Abszolút nem. Meg aztán sokat külön is éltünk egymástól. Én Tengizben dolgoztam, akkor utána ő volt Amerikában, aztán Svédországban volt, aztán én is Svédországban voltam. Hát így könnyű, hát így könnyű. Ez a hosszú házasság titka. Hát tulajdonképpen sokat lehetne ez is, de összhang is van, és a közös célunk. El akartunk érni minden olyat, amit egy ember normál körülmények között úgy nagyjából meg tud magának teremteni. Nevezetesen? Legalábbis az alatt élet címban, ami megvolt addig Pesten. A fürdőszobánk legyen meg, a nyugodt életkörülmények, ez ami emberileg manapság hozzátartozik az élet. És ez mind megvan? Tehát jól érzik magukat a bőrükben? Mostanra van meg, bár a házon rengeteg munkánk lenne, de hát most mindenki egy kicsit behúzott fékkel jár. Úgyhogy alapjáraton tudunk mi is csak nagyon. Mit szeret igazán Noémiben? Milyen ember ő? Minket talán az ellentétesség csiszol.
ugyanúgy, ahogy a gyémánt is attól lesz ragyogóbb, hogy egy holt ellentétes dologgal csiszolják, ami ellensége önmagának. És talán ez a közben a céljaink, és... Vannak azért viták, meg összezördülések? Hogyne, hogyne. Hát milyen ember az, aki nem is tudja odaverni a tányért adott esetben, ha úgy adódik, vagy nem tud mérges lenni, az nem is ember talán. Abba halvér van. Bizony, mi mind a ketten nagyon. Na de addig tart a mérgünk. Egy pillanat alatt minden oldódik, a villám le lett vezetve, és kész utána megint tovább. Na, hogy csináljuk tovább? És már mosolyunk, kinevetjük egymást, hogy milyen buták is vagyunk sokszor. Ki viseli a kalapot? Egyformán. Én se engedek, és ő sem. Az okosabb érv, az győz mindig. És nem zárja be nagyon ez a világ? Nagyon messze van mindentől. Az állataim zárnak be, rájuk viszont nincs miért haragudni. Mert egymásra vagyunk kényszerülve. Megszüntethetném, kitágulna a világ. Aztán miből létezne úgy az ember? Jó, munkahelyet is lehet máshol is találni. Van szakmám is, három is, képesítésem is van egyéb is. Lehetne, de ebbe kedvem is van. És ez a fontos. Hát valaki azt csinálja, amit szeret. És én őket nagyon szeretem. Kecskében adott aztán a sajtkészítés is? Igen, mert az adta az ötletet? Igen. Az a helyzet, hogy rengeteg tejünk volt. Hát először a malackák laktak jól, és hát gyönyörű malacaink voltak. Kecske tejjel, ilyen vánkos, gömbölyű malacaink voltak. Hát igen, de azért valahogy többet kellett volna kihozni a tejből. És akkor én kimentem külföldre, és ott láttam, hogy milyen drága a kecskesajt. Akkor volt az, hogy megnyílt a Gerlóci utcai sajtüzlet. Pesten? Pesten, és elmentem a Gerlóci utcába, és mindenfajta kecskesajtból vettem 10 dekát. Na, a franciából csak 6-ot, mert az olyan drága volt, ami 3600. De én állítom, hogy most, ha ezt a sajtot megvenném, és úgy oda tenném, a mellé az enyémet, hát nem tudnák megmondani, hogy melyik a francia és melyik az enyém. Hát ez például egy snidlinges porihagymás, ez egy gombás petrezselymes, ez egy kaliforniai paprikás és petrezselymes, kakukkfüves, az pedig egy natur. De ezen kívül még egy csomó mindenfélét szoktam csinálni, kaprosat, fokhagymásat, diósat. Van sajtortám, ami tejszínes fokhagymás és dióval lerakva, mint a dobostorta. Ezeket ilyen szemekkel. Szájhagyomány útján terjesztve. Igen, igen. Mindig jönnek, és akkor nem hallott a Franciaországban, ilyen receptek vannak meg olyanok, és akkor én azt a következő hétre megcsinálom. Most olyat mondtak, hogy ilyen olajban, mindenféle fűszerekkel meg. Azt is meg fogom csinálni, biztos vagyok benne. Na, de amikor még nem tudtam eladni, akkor olyan volt, hogy itt sorakoztak. 16 sajtom volt, és nem tudtam vele mit kezdeni. A macskák már jöttem ki, hogy sajtal elmenekültek, mert frászt kaptak, hogy jaj, már sajtundoruk volt. Na most, aki beállított boldogtalan, én rögtön mondta, hogy kérsz egy sajtot? Mondta, hogy hát kérek, hát először még lelkes volt már, harmadszor, amikor már sajthegyek álltak már nála, és már nem volt lelkes. Volt-e sokkal gazdagabb ez a raktár? Vagy szokott lenni? Hogyne, hogyne, persze. És akkor az lett a vége, hogy akkor felfedeztem magamnak ezt a Fény utcát, és attól kezdve aztán sinem voltunk. És ilyeneket írtam oda ki, hogy támogassa az őstermelőket, meg vásároljunk közvetlenül a termelőtől. Ezt írta ki a piacon a saját bódéja, vagy saját standja elé? Igen. Na most volt egy például egy olyan, hogy én Amerikában láttam, hogy a kecskének a fényképét kirakták, és jöttek, és ott boldogan lelkesedtek, milyen szép a kecske, meg ilyen. Hát nem mondom, akkor most én is Fény utcán, éppen anyám árul szerencsétlen, jött a kölyel fényképet beszedni. Miért? Mondom anyámnak, miért? Mérgez, vagy mi? Hát tőlem már Kanadából kérték el a kecskék fényképet, mert mindig kitűzögetjük. Adják oda, és most osztogatjuk, ilyeneket csinálunk. Na aztán ilyen van ám, hogy jön az állatorvosné, és azt mondja, hogy kérek, 20 dek a sajtot bevizsgálásra. És akkor elviszi. Na most ott van a hosszú szünet. Nem vár, jó, nem jó. Azt mondják a többiek, ha nem szóltak, biztos jó. Na tehát miért nem azt mondja, hogy kérek, 20 dek a sajtot, meg akarom enni? Hát nagyon szívesen ad az ember, nem? Ja, hogy úgy érte, hogy elvitte, megette, csak világos, éppen világos, a bevizsgálás. Világos, ez a címe, hogy bevizsgálás. Igen. Különben most hallottam, hogy 20 dek a sajtot kell bevinni,
de ez nem így működik. Akkor 3 hónap. Az ember bevisz egy 3 kilós sajtot, mindenki rögtön meg tudja kóstolni, 1 hét. Ilyen dolgok vannak, hát ezeket meg kell tanulni. De persze csak ürük nyilván. Hát világos. Manapság, ha esik, ha fúj, minden szombaton Noémi a várban árulja termékeit. Eleinte maga cipelte vonatról buszra, buszról vonatra szállván 50-55 kilós sajtcsomagjait. Belebetegedett, azóta egy falubeli viszi őket autóval, a sajtokkal együtt alkalmanként 7000 forintért. Szép lassan kialakult a vevőköre is, többükkel jó barátságot kötött. Nekem nincs nagyobb örömöm, mint amikor látom, hogy jó üzenezik valaki. Most ez teljesen mindegy, hogy főzöm, vagy sütöm, vagy sajtot csinálok. Én egész héten azon gondolkozom, hogy mit lehetne még, hogy jobban örüljenek, vagy mit tudom, mindig valamit kitalálok. Manapság mindent egybevetve. Teljes az élete, az életük? Ha az ember békében van saját magával, az pont elég, nem? Hát legalábbis így gondolom. És mit szólnak a helyiek? Veszik itt helyben a maga kecske sajtját? Ja, eszükbe se jut, hogy a mackó sajtot szereti. Mindenkire magamban vannak. Végtelenül kedves egy hölgy. Igazi, igazi jóság, hogy így mondjam. Elmond bennünket mindenféle vénizén, aki több az utcában. Engem a legjobban a barátság fogott meg, szóval annyira közvetlen, barátságos, és törődik mindenkivel. Azt mondták, kicsavarják még a nyakát is neki. Noémi meg egy varázslatos személyiség, mindig vidám, mindig jókedvű, és itt az ember ugye elfelejti a gondjait egy pillanatra. Magam is megerősíthetem azt, amit az imént az egyik törzsvásárló mondott. Noéminek késcsókom, a budaiaknak pedig felhívom szíves figyelmét, ha a Kapisztrán téren járnak, nem mulasszanak el Noémi sajtkunyhójánál legalább 10 deka kecske sajtra megállni.